Teljes mértékben támogatja a Román Nemzeti Bank a kormány által tervezett pénzügyi konszolidációt, jelentette be a Román Nemzeti Bank kormányzója. Mugori Sărescu ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben a koalíció nem hozza meg a megfelelő adóügyi intézkedéseket, nagy pácba kerülhet az ország gazdasága. A hét elején a Román Nemzeti Bank egy közleményére hivatkozva arról cikkezett a központi sajtó, hogy a jegybank kifogásolja a kormány által tervezett adóügyi intézkedéseket, mert ezeknek inflációgerjesztő hatásuk lesz. Muguri Sărescu ma pontosított. Kiemelte, a jövedéki adó vagy az áfa emelése valóban további pénzromlást idézhetnek elő, de például a jövedelemadó emelése ennek pontosan ellenkezőjét eredményezheti. Ennek hátterében az áll, hogy kormányközeli források szerint a koalícióban szóba került a jövedelemadó 10-ről 12%-ra való emelése is. A jegybanki kormányzó szerint szükség van az adóügyi intézkedésekre, mi több támogatják is ezeket. Azt azonban hangsúlyozta, észszerű reformokra van szükség, a vállalkozók megadózásának pedig beláthatatlan gazdaságfékező következményei lehetnek, egy púp a cégek hátán. Ehelyett a kivételeket kellene megszüntetni, fogalmazott. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy évtizedek óta az úgynevezett minimalista államelvét továbbra is túlságosan felkarolják Romániában. Hogy akarunk fejlett európai országot, amikor a bruttó össztermék 27%-a a pénzügyi bevételek aránya? Ha nem vagyunk résen, a piac fogja kiigazítani a helyzetet, és kapunk egy veder hideg vizet a nyakunkba, hogy hátha attól majd felébredünk. Láthatjuk, hogy minden közszolgáltatás alulfinanszírozott. 27%-os bevételnél arról beszélünk, hogy nem hajthatja be az állam kellőképpen az adókat, de hát ez akkor is így volt, amikor miniszterelnök voltam, és annak már 23 éve. Van adócsalás, hát hogy ne lenne, amikor ennyi adókedvezmény van az országban. Marcel Ciolacu miniszterelnök egyébként a hét elején közölte, hogy abban állapodtak meg Nicolae Ciucăpenile elnökkel és a pénzügyminiszterrel, hogy augusztus végéig azonos időben hagyják jóvá a költségvetési kiadások csökkentését és közigazgatási reformot célzó sürgősségi rendeletet, illetve a költségvetési bevételek növelését célzó adóügyi intézkedésekről szóló rendeletet.